Minősítés, nem a pedagógus napot, pláne nem a pedagógusokat. De hát azért itt vannak reformok, például a digitális tábla 40 milliárdért, tehát hogy itt történnek nagyon tesznek, hasznos igen, az ügyért. 40 milliárd, az igen. 40 milliárdért az meg is mondták, hogy hány darabot akarnak rendelni. Nagyon én hamar, a nullákat nem tudom megszámolni a négyes mögött, az, az igazság. Nagyon hamar kiderült, hogy dupláron akarja a kormány ezeket megvenni, mint a kereskedelem. Az oktatásnak semmi sem drága. Igen, csak az volt az indulat, ilyen nagy mennyiségben, de hát az a vicces, a nagy mennyiségben pont olcsóbban lehetne venni, de na mindegy, de ez már egy szokásos. Hát igen. Szóval az a fő kérdés, hogy mit vétettek ezek a drága pedagógusok, hogy ugyanaz a Demszki tünteti ki őket, mint aki Gergényit. És hogy az ember átvesz-e kitüntetést azután, mert hogy ez igazából egy sértéssel ér fel. Tehát igen, egy megalázással. Tehát az ember elmegy a városházába, hogy ott Demszki beletörölje a lábát, ahogyan tette azt korábban Gergényivel. Hát én úgy gondolom, hogy a Pro-Urbe október 23-a után az egy nagyon-nagyon súlyos számonkérést jelent. Tehát, hogy így világos, hogy valaki nagyon sok ízben megsérti a hatályos magyar törvényeket, akkor ezt követően ezért pro-urbe jár. Megtanultuk, hogy a pro-urbe azt jelenti, hogy ilyet többet soha ne csinálj, mert a törvények köteleznek. Igen, mert a józanész talán a kitüntetés üzenetét kell átértelmezni. Jó, csak az volt a retorik, hogy fenntartotta a rendet, ami tulajdonképpen tényleg így volt. Hát a pedagógusok is biztos. Fentartják. Nekem az jutott eszembe egyébként egyből, hogy ugye a filozófus megmondotta, ami szerint már ez 2500 éve, hogy a kitüntetéseket nem kapják, hanem adják, de ezek szerint a kitüntetéseket meg vannak, akik átveszik. Jó, és ez az átvétel, ez engem meglep, hogy én nem biztos, nem akarok viccelődni, de lehet, hogy helyi értéken, tehát azon a helyi szinten ennek van értéke, tehát amikor eldöntik, hogy kik te rúgnak ki, mit tudom én, a következő leépítés után, akkor lehetséges, hogy számít. Hoppá, te kaptál Demszkitől egy kitüntetést, akkor lehet, hogy téged idén még nem rúgunk ki, vagy... Már ez ellentmond az előbb megállapított logikának, viszont valószínűleg te leszel az jó, első. Hát, sose lehet tudni, de ez egyik. A másik egyébként pedig, hogy a visszatérve a digitális táblára szerintem az nagyon érdekes jelenség. Azt gondolja a kormányzat, meg úgy általában sokan, hogy tele nyomjuk high-tech-kel a táblákat, a osztálytermeket, az iskolákat, és ezáltal megvan oldva minden. Tehát a felületét a legszuperebb, a legkorszerűbb, legmodernebb dolgokkal teletöltjük a rendszert, és akkor minden működni fog. Amikor abszolút nem erről van szó. Ugye, de azt nem tudom, hogy a palatábla az miért akadálya a színvonalas oktatásnak. Tehát miért ezek azok a problémák, amiket még egyszer az összeget szabadna? Azt nem 40 milliárd. 40 milliárd forintból meg kéne. Ez egy olyan súlyos összeg, amit így igazából felfogni sem nagyon tudok. Tehát, hogy így 40 milliárd forintból. Ez még légzőlegeztető készülékekben sem kifejezhető. Itt nyilvánvaló, hogy tehát egyrészt van nyilvánvalóan, itt valakinek lehetősége van a meggazdagodásra. Tehát ezt sosem szabad elfelejteni, de ez önmagában kevés lenne szerintem. Tehát itt a gondolkodásban van egy ficam, egy valami tévúton van ez a gondolkodás, amelyik tényleg ezt hiszi, hogy az őrült technikai eszközök, ez a fejlesztés, ez fogja megoldani azt a problémát, hogy a tanár, ugye kontraszelekció van, ami mondjuk ki mit jelent, ugye azt, hogy a legbolondabb marad végül tanárnak. Ugye itt ül három pálya elhagyó pedagógus például. Tehát hogy történik ez? Vagy most minket vajon a digitális tábla fog visszacsábítani a szakmába? Vagy mi hordozza ezt a megbeszélést? Elhagyó, de ez csak hát mind ember még ott tart egy fél lábat legalábbis, vagy egy kicsit bemarad. Te csak szeretnél pálya elhagyó, ez álmodozol arról, hogy elhagyd a pályát igazából. De hogy valóban is egyébként én ezt a szemléletet, ezt, hogyha meg szeretném találni a legkifejezőbb formulát arra, hogy vajon hogyan fejezhetném ki a legpontosabban, hogy mi ez a szemlélet, ez a high-tech, ami a színvonalat majd olyan szintre emeli. Ezt én úgy hívnám, hogy Kóka János. Hogy ő az ő személye. A siker és a igen, létra. A siker és a létra, hogy ő testesíti meg ezt igazából. Hát ő mondta azt az emblematikus kijelentést, én ezt ha mástól hallom, nem hiszem el, de a saját két szememmel láttam Kóka Jánost, ahogyan a szája mozgott, miközben a saját két fülemmel hallottam, hogy azt mondja, nincsen szükség asszirológusokra, káderekre van szükség és közgazdászokra. Ezt mondta Kóka János a televízióban. Ez nagy múltra megy vissza, tehát ha jól emlékszem, Horn Gyula volt az, aki még nagy nyilvánosságot kijelentett, hogy túl sok a filozófus az országban. Ezt sokan a személyükre vették, jó. Én inkább mosolygok ezen. Én azt mondom, tehát mondjuk ki azért, hogy miért fontos a pedagógus társadalmat valóban megbecsülni? Mert az ő kezükben van a jövő, ugye, a felnövő generáció. És ez, hogy ilyen megszorítások, szigorítások a szakma ellehetetlenítése után kiáll a miniszter, és azt mondja, hogy újra az anyagi és társadalmi megbecsülést kell a középpontba helyezni, ez épp hogy arculcsapása
annak a több tízezer pedagógusnak, aki ma még próbál tisztességgel végezni a munkáját. Igen, de hát ennek azért két oka lehet, vagy cinizmus, másik eset meg érdetlen nagy félretájékozottság. Tehát egyszer fogalmuk sincs, hogy mi folyik ebben az országban, fogalmuk sincs, hogy mi folyik az iskolákban, egyáltalán hogy épül, tehát hogy áll föl ez az egész közoktatási rendszer, és én gyanítom, és hogy ez a kettőnek valamiképpen keveréke. Félek, hogy több az utóbbi. Tehát lehet, hogy az utóbbi. Tehát a cinizmus, az mind, abban van egy kis bóka, az kell valami fajta intellektus. Azt tudni és kell, ez, hogy nem, mivel kapcsolatban. Nem, ez az elemi hétköznapi butasság, hogy annyira fölé kerültünk a társadalomnak, hogy halvány fogalmunk nincs arról, hogy mi történik a tanárok életének minden napjában. És még egy fontos szerintem, hogy ez kicsit nekem ilyen késő kádári gondolkodás, hogyha technikailag fejlesztünk és újítunk és modernizálunk, és nem tudom hány új ipartelepet hozunk létre, és a többi. Tehát a technikai szintjét a dolgoknak megcsináljuk, akkor a társadalom is progresszív. Hát ezt a marxizmushoz visszavezetek. Hát igen, ilyen pillanatokat. Ugye ez a ilyen technológiai determinizmus, és ez a fejlődés. És akkor minden rendben van, pedig hát nem. Beszélgessünk egy kicsit Szilvási Péterről. Szilvási György, kancellária miniszter testvéréről, akiről nem is olyan régen jelentette ki a miniszter, hogy egy családi tragédia az ő személye, illetve az ő személyiségének a súlyos eltorzulása, ami tapasztalható volt az utolsó években. Ő az, aki egy jósdát működtet, amelyet ő kormányzati jósdának hív, és amely jósda például kimutatta azt, hogy a tavaly augusztus 20-i tűzijáték idején zajló tragikus kimenetelű vihar, az valójában egy szűk csoport mentális tevékenységének tudható be. Azt állítja, hogy az ott jelenlévő tömeg 50%-ának már volt abortusza. Ez nem tudom, hogy jött ki neki, mert mondjuk az 50%-a nő, tehát azt állítja, hogy minden nőnek volt abortusza, vagy azt állítja, hogy számos férfinak volt abortusza, és volt néhány nő, akinek nem. Tehát nem tudom, ez már önmagában egy merész kijelentés, hogy az ott jelenlévők 50%-ának volt abortusza, és hogy azok, akik, én megpróbáltam megérteni, többször elolvastam azt, amit ő mondott, tehát hogy azok, akik vihart akartak generálni ezeknek az embereknek a tudata segítségével, ezeket az embereket visszaregresszálták abba a szomorú, fájó emlékbe, abba az emlékképbe visszavezették, vetítették az ő tudatukat, amelyben ők szenvedtek annak idején a saját maguk által elkövetett abortusz bűntudata miatt. És ez a rengeteg mentális fájdalom összekapcsolódva egy hatalmas vihart eredményezett, és a vihar, igen, ez a vihar, ez ölt meg egy csomó embert. Most mi lehetett az oka azoknak, akik ezt a vihart keltették? Nyilvánvalóan Gyurcsány Ferenc és Szilvási Péter hatalmára törtek. Szilvási György hatalmára tört. És hát Péter hatalmára törtek. Nekem egy kérdésem lenne, csak én nem ismerem annyira az ügy részleteit, hogy ő kormányzati jósda, ezt említetted. Ez a mindenkori kormányzati jósda, vagy jelenleg kormányzati, de esetleg ellenzéki is lehet a jövőben? Nehéz elképzelni, hogy ebből a jó testvériségből, ebből egy olyan súlyos ellenségesség legyen, hogy ezt a komoly szaktudást ő az ellenzéknek, a mostani ellenzéknek a javára kapja. De megtagadta a testvérét Szilvási úr, ha jól nem, 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 nem. Nem tagadta meg, csak hát... Hát az igazság, hogy szerintem elég gyalázatos, hogy ebből politikai ügy lett. Mert hogy ez tényleg egy szerencsétlen pszichéjű ember, azt kell, hogy mondjam. És az, hogy az tényleg a média hiéna természetét semmi sem mutatja jobban, mint hogy ezt is megpróbálták ráverni a kormányra, holott semmiféle bizonyíték nincsen. Jó, azért, tehát nem derült ki, tehát nem mutattak semmiféle kimutatást arról, hogy megrendelés történt volna ezeknek a jóslatoknak a készítésére, hogy egyetlen fillért is kifizettek volna a közpénzből erre, sőt, hát a kormányzat azóta már tételesen cáfolta, hogy bármiféle hivatalos kapcsolata lenne Szilvási Péter jósdájában. Jó, hát azért azt tegyük hozzá, hogy az a gyanúper, hogy valakinek a rokona állami megbízást kap, vagy ismerőse, barátja, vagy szobatársa, vagy nem tudom, akárki volt üzlettársa, az azért, hogy mondjam, egy olyan elég alapos gyanú. Tehát láttunk már ilyet, és nem egyszer, nem kétszer. Tehát, hogy mondjam, tehát a gyanú az gondolom indokolt volt, mert miközben azt is lehet tudni, hogy a Szilvási György miniszter másik testvére is magas pozícióba került egészségügyben, valami egészségügyi vagy kórházi bizottságba. Ami érdekes módon egyébként a szocialistákat jobban bántja, mármint a szocialista képviselőket, hogy az problémásabb. Tehát az még, hogy a Fidesz kérdéseket tett fel, az bizonyos értelemben szinte normális. Az a gond, amikor nagyjából kiderült, hogy ez egy kicsit azért, hogy is mondjam, egy billegő ügy.
Tehát itt valami nem teljesen stimmel, akkor nem kellett volna még két lapátot rárakni, vagy azt kellett volna, bocsánat. Vagy parlamenti vizsgálóbizottságot kértek, vagy mi volt, vagy ilyen, felszólították a minisztert arra, hogy válaszoljon, vagy valami. Tehát, jó, de egyébként az jogos, mert a miniszternek válaszolnia kell. De azt meg is tette, csak utána, amikor kiderült, hogy itt sajnos egy családi tragédiába sikerült beletenyerelni, akkor lehetett volna megtenni, akár személyesen, akár nyilvánosan, hogy bocs, elnézést, ezt nem tudtuk. Ennek ellenére... Hallottál te már politikust, ahogy azt mondja, elnézést? Hallottad te már ezt a kifejezést politikus szájából, hogy elnézést? Hogy bocsánat? Tehát ők tényleg úgy érzik, hogy az aranygyűrű leesne az ujjukról, hogyha azt mondanák, hogy elnézést vagy bocsánat. Pedig tök nyilvánvaló, hogy ezzel csak azt bizonyítanák, hogy jogosan vannak ott, ahol. De szerintem bevésődött az idegrendszerükbe, vagy agyuk tekervényébe, hogy a bocsánatkérés, az a gyengeség jele, aki pedig gyenge, az nem érdemli meg a hatalmat. Igen, más kérdés, hogy ez a fasizmus ideológiája. Ez szerintem egy hétköznapi a rossz értelemben vett macsóizmus, hogy nem egy ilyen de nem a fasizmus, férfiasság, hogy nem, fasizmus, nem ismerhetem el. De nem a fasizmus szól arról. Hát a fasizmus extrémitásig vitte valóban hát ezt igen, a macsóizmust. Hogy mivel érdemlett ki a hatalmat, az erővel, hogy az erő vagy. Érdemesít téged, hogy gyakorold a hatalmat. Jó, egyébként volt pár bocsánatkérés, de az többnyire gesztus értéki volt. Nem, Gyurcsány is kért bocsánatot, amikor azt mondta, hogy bocsánat, de kérjen bocsánatot a Fidesz is ezért. Tehát a bocsánat után sosincs pont, mindig vessző van és de. Ezt nem tudom, hogy megfigyeltétek-e. Ja, illetve volt még egy Kósta Lajos kért bocsánatot, azt hiszem, Dávid Ibolyától és Rendvai Ildikótól a Trend magazinba adott riportja miatt, amiben azt mondta, hogy nem azért tartja oda a fejét Dávid Ibolya, mert okos lenne, hanem mert műtétje volt, és hogy a botox arcú, nem tudom, Rendvai Ildikót, ilyenek. Ízléses! És akkor ezután bocsánatot kért. De az ilyen bulvárügyekben könnyen kérnek bocsánatot egyébként. Tehát, hogy egy politikai ügyben még azért ilyesmire nem volt példa. De hát, ha a tévénéző tud ilyen példát. Halló? Halló, jó estét kívánok! Jó estét, csokolom! Én csak egy megjegyzést szeretnék tenni. Én már majdnem 10 perce várok, még önök vitatkoznak ott 3-4-en. Azt kérdezte az úr, hogy mit vétettek a pedagógusok. Szeretném megkérdezni, hogy azzal is foglalkozzanak, amikor 90-ben ugye jobboldali pártok voltak, tömegével szűntek meg a gyárak, és tömegével nem annyi, mint pedagógus, hanem nagyon sok dolgozó ember a perifériára került, és nagyon sok dolgozó ember leszázalékoltatta magát, nyugdíjaztatta magát, és tönkrementek. A pedagógusok nem fognak tönkremenni, mert nagyon jó keresetük van. Erről is kellene már beszélni. Viszont hallásra. Köszönöm. Most azt hiszem, remek példáját hallhattuk a társadalmi megbecsülésnek, ami a pedagógusok felé árad. Nem? Tehát ugye sokak szemében úgy látom, a pedagógus még mindig az a naplopó, aki nyári szünetben hosszú hónapokra ugye munkanélkül ott csak tengleng és utazik szerte a világban. Tehát én nem hiszem, hogy így van. Valóban ezt tudnunk kell, és minden nap eszünkbe idézni azt, hogy ma mi ilyen életszínvonalon élünk. Ennek bizony sok százer, esetleg millió ember fizette meg az árát a rendszerváltás környékén. Ez nagyon fontos dolog. De nem hiszem, hogy ez bármilyen mérlegben az ellenkező serpenyőben lenne, mint a pedagógus. Sok kérdése. Nem hiszem, hogy ez összekapcsolható. De egyébként nem a mostani életszínvonal árát fizették meg, hanem a korábbi életszínvonal, mármint a Kádár rendszer utolsó 10 évében. Az ország teljesítő képességéhez, illetve a hatékonyságához, gazdasági hatékonysághoz képest bevezetett életszínvonalhoz képest, ami ugye nyugati hiteleken alapult, mesterséges iparosítás, amit le kellett nyilván építeni, nem le kellett építeni, összeomlott magától, piaci körülmények között nem volt versenyképes. Tehát ez nyilvánvalóan adódott ebből, hogy csomó embert elbocsátanak. Azonban jó kérdés, hogy a kormányok, bármelyik kormány utána próbálta-e tehermentesíteni, vagy valamiképpen, hogy mondjam, rehabilitálni, vagy legalábbis visszaterelni a munkavilágába azokat, akik emiatt eltávoztak. Nem, én azt hiszem, hogy a szükséges járulékos áldozat kifejezés az, ha nem is kimondottan, de túl gyakran, túl evidens lett ott a kormányzati szinten. Tehát, hogy ez a pár százezer ember, hát ő bukta ezt a dolgot. Most például nem tudnak bejárni munkahelyre, mert lezárjuk a vasúti járatokat, a buszjáratokat kisfalvakba. Hát, pehjük van. Miért laknak ott? Modernizálunk, nem? Tehát persze, hát az egy elavult település forma, mint tudjuk, és hát föl kell számolni például. Ők is most bukják. Téged hívlak Kókának, téged hívlak Jánosnak, jó? És néha váltotok. A létrán. Másikunk áll mindig a siker felé. Te vagy a Nagyi, ugye? Én leszek a Nagyi. Én meg tudom, mit figyeltem meg? Hogy mi is valami ilyesmik vagyunk. Mi, akik ott bent a televízióban beszélgetünk, míg a telefonáló a telefonban vár.
Tehát tudod, tehát hogy így körülbelül ugyanez, tehát a nyertesei ennek a folyamatnak, ennek az egésznek. Tehát a kamera jó oldalára kerültünk. Igen, az urak, akik, de hát mi meghallgatjuk a tévénézőt, és ima a példa. Halló, halló! Halló, jó estét kívánok! Jó estét! Hát jó estét. Én csak azt szeretném mondani, hogy a ATV-ben a Répási Róbert a Fideszből bocsánatot kért, hogy nem tudták, hogy baj van a Szilvási Péterrel. És egyébként meg miért várták meg, hogy ekkora balhé legyen, és akkor álltak ki csak jó pár nap múlva közölni, hogy a családban ez egy szégyen volt a testvér. De miért lenne szégyen az, hogyha valakinek tévképzetei vannak? Én erre vagyok kíváncsi. Ez miért szégyen? Hát így fejezte ki magát a kancellárium miniszter. Kancellárium miniszter azt mondta, hogy ez egy családi tragédia, hogyha jól emlékszem. Igen, hát ha nekik ez tragédia, miért tragédia? Más családban is van, hogy fogyatékos ember van, és nem fogják fel tragédiaként, nem? Simán. Hát jó, miért csak ő szíve joga ezt, hogy érzi. De mondjuk a nagy nyilvánosság előtt kijelenteni, ezt nem a legszerencsésebb. És ahhoz is igen, de vége is lett az ügynek, és az MSZP nyertesen került ki. Tehát most lehetséges, hogy... Fidesz, aki szegény ütődöttet bántja. Igen. Jó, csak akkor ebből azt feltételezett, hogy csak azért mondta ezt a... tette ezt a megjegyzést Szilvási György miniszter, mert hogy ebben lehet szavazatokat szerezni, nem pedig azért, mert valóban van egy családi tragédia, amit ő ameddig lehetett próbált a nyilvánosság elől. Ha nem is titkol, nem a nyilvánosság elé vinni. Most nem tehette meg, mert miniszter kénytelen volt válaszolni. De ő hűségesen feláldozta a pártja becsületét, a testvére becsületét a párt oltárán? Ezt hát, feltételezzük mi? A testvére épeszét a párt becsületének oltárán. Tehát szerintem mondjuk, tehát én soha nem verném ezt nagy dobra. Tehát nem tudok elkezdeni a helyzetet. Azért azt meg kellett magyarán, előbb-utóbb válaszolnia kellett arra, hogy mit gondol arról, amiket... a Szilvási Péter irogat, Horváth Ágnes miniszter, egészségügyi miniszternek. Szerintem te pár mondat eszembe jut egyből, tehát nem értek egyet a testvérem nyilatkozataival. Semmiféle kormányzati pénz nem áramlott az én testvérem Jósdájában, nincsen semmi ilyen jellegű kapcsolat, pont. Köszönöm a kérdést. Tehát körülbelül ennyit. De a szabad itt a hazugság téma, ugye ez előkerült, és a bocsánatkérés téma, és hogy vannak, akik valóban elhangzak néha bocsánatkérések, de azért az alap viselkedési mintázat, mintha mégis az lenne, hogy a bocsánat szó nagyon nehezen jön ki az emberek szemben. Hadd ugorjak talán nem olyan nagyot egy másik témára. Most volt ugye az egy éves évfordulója egy nagyon híres beszédnek, amelyet sok esztéta, sőt író méltatott, hogy tulajdonképpen az elmúlt rendszerváltás óta eltelt idő legnagyobb politikai beszéde, valódi retorikai bravúr. Akkor még nem volt híres beszéd. Mert nem tudtuk. Nem, igen. Ezt gyakran elfelejtik, hogy ez nem beszéd volt, hanem egy kis belső beszélgetés. Igen, az egyik talán ez, a másik pedig, hogy érdekes módon nem tudjuk mi méltó módon ünnepelni ezt az egyéves évfordulót. Hát nem tudtunk róla egy évnek. De ez mindig olyan rossz ünnepeket ünnep. Olyan gyorsan elrepült az egy év, mintha csak fél év lett volna, nem? Miért lehet ez? Lehetséges, hogy nem szerintem tudtunk róla? Én azt fél hiszem, éven keresztül? Azért, mert nem változott semmi azóta igazából. Ezért repült el. És itt a következőnek is bocsánatkérésről pár szót azért. Ugye most megjelent egy heti lapban egy tanulmány, vagy egy elemzés erről, hogy vajon hogyan szivároghatott ki ez a beszéd. És az MSZP-ben is több képviselő. Ugye érzik az MSZP iránti bizalom meggyengülését, érzik azt, hogy kezdnek törpepártá zsugorodni, és sokan ugye neheztelnek, mert féltik, ha más nem az egzisztenciájuk, esetleg a tisztességüket, és föltették azt a kérdést, hogy vajon ki volt az, aki kiszivárogtatta ezt a beszédet? Azonnal találjuk meg, hogyan szivárgott ki ez a beszéd. De én nem hallottam, hogy ezt a kérdést föltették, hogy ki volt az, aki elmondta ezt a beszédet? Hol van most ez az ember, aki elmondta ezt a felelősöket, tehát amikor keresik a felelősöket azért, hogy mi ezt megtudtuk, így hogy van, megismertük. Bocsánat, hogy kiszivárgott. Igen, és tényleg, és ez a legfelháborítóbb, hogy Gyurcsány Ferenc nem találja meg azt az illetőt, aki a felelős azért, hogy mi ezt megtudtuk, hogy nem is ő mit csinált, hogy kurta el az országot, ugye? Ő mondta is, hogy itt nem akarunk mi itt bűnbakot keresni, mert meg egyébként is ez egy igazságbeszéd volt, tehát minek ide... A legtisztességesebb, de ez maga Gyurcsány mondta, hogy a legtisztességesebb beszéd volt a rendszerváltás óta. A saját beszédéről. De hát ugye ő csak hát a költő értékeli a művét. Jó, most itt azért két dolog van. Először fordul elő az MSZP-vel, hogy kiakad a tükörre, amikor az rossz képet mutat. Tehát amikor az Index bement a kampány, egy kampányvitára, vagy kampányfelkészítőre 2002 körül, és ott Ron Werber mindenféle dolgot mondott, ami egészen nyilvánvalóan törvénysítő volt.
meg a Tóbiás József is, hogy szegjétek meg az összes választási szabályt, etikai szabályt, vagy bármilyet, majd utólag a ügyvédek kimagyarázzák és teljelünk, tehát kifizetjük. De Orbán is nem mondta ugyanezt. Hát igen, mondjuk az egy viszonylag rövidebb volt. És akkor az Indexet lehozta, és akkor Kovács László föl volt háborodva, hogy micsoda, micsoda emberek vannak, és milyen norma ez, hogy bemegyünk is. Arról ez volt, igen, tehát végül is egy párt, amelyik az ország képvisel, vagy vezetésével megbízott párt, megismerjük a belső ügyeiket. Kiszivárok. Felháborító. Felháborító, de hogy hol tartozik az mi ránk, de hogy hol tartozik az mi ránk, hogy ők trükkök százaival próbálták és tették titkossá az ország anyagi helyzetét. Hát meg kéne tanulnunk, hogy nem férünk oda az asztalhoz, amelyet maximum 17-15 ember tud körbeülni. Hát nem. Világos, de nem csak, hogy mi nem férünk oda, bizonyos parlamenti képviselők sem férnek oda, történetesen az MSZP frakcióból, és hogy az az egész MSZP frakció, elhangzott az összödi beszéd, mi volt az MSZP frakció semmi reakciója? Hallgattak, kuncogtak, tapsolnak. Érdemes végighallgatni az egész összödi beszédet a véget, amikor Gyurcsány már érzi, hogy rendesen letolta őket már akkor, akkor már a végén már ott vicceskedik. És azok ott viháncolnak, de tényleg mint akiknek a gépontját izgatják. Tehát ott hatalmas nagy flesselés van, hogy mennyire jó is ez a mi miniszterelnökünk. Jó, de azért ne felejtsük és el. Ez a beszéd a szocialista párt szempontjából egy jó beszéd, mert arról van szó, hogy hogyan hozzuk vissza a szarból a kormányzást, és hogyan csinálunk egy igazi kemény fasz a baloldalt, miközben nem törődünk, hogy mit mond Orbán Viktor. Tehát ez azért az MSZP részben számára... ez hangzott el, de mondjuk az elkurtuk nem kicsit nagyon, nem világos... dolgoztunk semmit, nem tettünk semmit, amire büszkék lehetünk. Jó, de hát az országnak problémás az egész beszéd, de az MSZP-nek ez pozitív. Ennyi tehetségünk van. Azért hát Vagyok abban, hogy azok remek beszédek voltak, amit a másik világháború végén az orosz tábornokok tartottak, amikor persze mondták, hogy előre fiúk, foglaljuk el ezeket az országokat, és minden nő a tiétek. Nem? Remek beszéd lehetett, és ez a pár millió megerőszakolt nő, hát ő a beszéd áldozata. Jó, van ilyen. Áldozata, a beszéd tárgya. Tárgya is. És beszopták. És biztos vagyok benne, hogy remek beszéd volt. Jó, nem a beszéd csak... maga szerintem nem egy rossz beszéd, de a probléma nem is a beszédben van, hanem a tartalmával, pontosabban, ami kiderült a beszédből. Tehát az tényleg egy igazságbeszéd, mert elmondja Pőrén. Várjál, igazságbeszéd akkor lenne, hogyha nekünk mondta volna el, nem pedig az MSZP frakció. Jó, de az igazságnak ne nevezzük, nem amikor a két-hárman összehajolnak. Nem, ez a baj, hogy egy ilyen esztétikai dimenzióba emeljük ezt, hogy igazságbeszéd, és hogy jó beszéd volt, mint a forma lenne a lényeg. De tényleg a beszéd minősíti, a Gyurcsány minősíti. Tehát a beszéd rendben van, a Gyurcsánnyal van gond, hogy miért csak, tehát itt maga a beszéd. De miért van baj vele? Hát szépen beszél. De ebben az esetben viszont azt javaslom, hogy legyen ő a Nemzeti Színháznak a tiszteletbeli tagja, de nem miniszterelnök. Legyen konferencié. De legyen konferencié, de tényleg, viszont hatalmat egyébként ne adjunk a kezébe, adjunk mikrofont, mert az arra alkalmas. De tényleg, tehát ez egyébként tényleg így működik, és a legszörnyűbb, és ez az írástudók árulása többek között Eszterházi Péteré, Konrád György, és most nem sorolom. Inkább Nádas leginkább. Nádas. Hát ő volt a éllovas, igen. Igen. Akik ezt az egészet egy esztétikai szintre emelték. Mert persze lehet esztétizálni azután, hogy Gyurcsány lemondott. Tehát azután, hogy Gyurcsány lemondott, és az összödi beszéd tartalmának megvannak a jogi következményei, azután beszéljünk a beszédnek az esztétikumáról, és tényleg kerüljön be az Ómagyar Mária síralom, valamint az halotti beszéd mellé a magyar történelmi nagy nyelvi emlékek sorába. De addig, amíg Gyurcsány hatalmon van, addig ne esztétizáljunk, mert addig ez a mi mindennapjaink konkrét valósága, ez a beszéd. De mit szólna például bármelyik író ezek közül, akikről beszéltem, és akik esztétizálnak az összödi beszéd felett, ha mondjuk az ő egyik orvosi leletüket, ami mondjuk súlyos betegségekről tanúskodik, olvasnám és azt mondanám, hogy micsoda stílus bravúr, micsoda nyelvi bravúr az, amikor itt a karcióma szó milyen jó helyen szerepel. Tehát, hogy egyáltalán, tehát, hogy ki tudna ezen nevetni, vagy ki tudna ezen elérzékenyülni, vagy ki tudna ez iránt lelkesedni, hogy nyelvi bravúr. És én itt, ha szabad egy megjegyzés. Milyen szép felvételek. És igen, és milyen esztétikus felvételek, és milyen jól vannak kommentálva. De csak egy rövid kis irodalmi kitérőt. Hogy pontosan, mintha ez lett volna az üzenet, aki olvasta Eszterházi Péternek a Harmonia Célestis című könyvét, illetve az után megjelent javított kiadást, ugye pont ez az üzenet a javított kiadásban, miszerint az író bevallja, ő egész életében azt hitte, hogy nincsen valóság, nyelv van, és játék van a nyelvvel, és ebben a nyelvi térben mozgunk. Csak hogy a valóság ő kegyetlen erővel a nyakára lépett, mikor kiderült, hogy a valóságbeli édesapja volt ügynök.
Ugye ő volt, aki jelentett. Ez az a pillanat, amikor igazából mit tesz az irodalmár közek, igazából kinten kikapcsolni ezt a könyvet, mert nem tud vele mit kezdeni. De itt nem ugyanezt történik, hogy megint elesztétizáljuk. De ez a valóság, ami az emberek nyakán ül, ami nyomja őket le. Ez a beszéd a valóság, és nem lehet elesztétizálni. De azután, hogy Eszterházy ezt a könyvet megírja, hogyan esztétizálhat az összödi beszéd fel? Meglepő, hogy őtőle se hallottam én olyan heves kirohanásokat, mint amilyeneket hallottam, hogy 90-es évek elején zseniális eszékben. Jó, én hiányoltam ezeket. Szerintem a lakosság többségét nem nagyon érdekli, hogy Nátas ezt. Nem, de én azt fontosnak erről. Szerintem érdekes, de hol van? Az értelmiség szempontjából. Hol van az a véleményformáló értelmiség, az, amelyik nem retteg semmifajta démontól, hanem valami elemi igazságösztön és tisztesség nevében kikéri magának ezt, ami történik ma az országban, és segít levetni ezt a hatalmat az ország hátáról. Hol van ma ez a véleményformáló értelmiség, hát, aki megveszett, mikor jobboldali kormányzat volt? Hol van most? Hol a hangjuk? Nem hallom. Én se hallom, de a betelefonáló hangját remélem, hogy fogjuk. Én következek? Ez így van. Jó estét kívánok, én vagyok? Igen. Szép jó estét kívánok az uraknak. Én nagyon örülök annak, hogy a Puzsér Robert kijelentette azt a mondatot a Gyurcsány beszéddel kapcsolatban, hogy a beszédet összességében kell nézni. Kérem szépen, emlékezzenek rá, hogy a beszédjében elhangzik egy olyan mondat is a Gyurcsánynak, hogy nagyon-nagyon vigyáztunk a szűk kör, akiket bevont ebbe az egészbe, nagyon-nagyon vigyáztunk arra, hogy egyetlen egy papír ki ne kerüljön a nyilvánosság felé, hogy mit akarunk az emberekkel megcsinálni. Pontosan. Tehát magyarul a megszorító csomagot, azért, mert ők tényleg elcseszték az országot, semmi más nem csináltak, mint hazudoztak, mocskolták a politikai ellenfelüket, és én kimondottan örülök, hogy erre kellene kihangsúlyozni ezt az egész összödi beszédet. Hogy egy szűk baráti kör, ja, és még egy nagyon fontos mondat, ami a beszédben elhangzott, hogy azt mondta a frakciónak, az MSZP frakciónak, hogy azért a szar 500-600 ezer forintét ti meg befogjátok a pofátokat. A szaros 500 ezer forint. De rögtön azután, hogy kimondta, hogy az a szaros 500 ezer forint, így eszébe jutott, hogy... De igen, csak akkor rögtön eszébe jutott, hogy ezek az emberek, ezek nem milliárdosok, mint én, és rögtön egy fél mondatot oda tűzött, hogy azért az tudjuk, hogy az nagyon fontos. Mert nem értetek semmi máshoz, ezt azért hozzátette. Tehát azért jól, alaposan beléjük törölt a lábát. Szabad még egy mondatot a Szívási Péterrel kapcsolatban? Tessék. Azt szeretném mondani, hogy nyilvánvaló, hogy a bátya valamilyen úton, módon mossa a testvérit, mert szegről végről ő is érintett a milliárdos ikasztásba, amit a Földesi Szabó László meg az NHB-nál csináltak, ez a nem tudom én milyen alapítványnak mondják. Pontosan? Egymásért alapítvány. Tehát nem nagyon védjük, vagy védjük azt a Szilvási Pétert. Az nagyon rafinált eszük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szóval ott tartottunk, hogy mit is csinált a frakció összödön, amikor meghallgatta a beszédet. Nevetett. Viháncolt, kacagott. Mit csinált fél évvel később, amikor kiszivárgott a beszéd? Összezárt, és soha nem látott egységet tanúsított. És mit csinál most újabb fél évvel később, amikor az egyéves évfordulót üljük, és az MSZP történelmi mélyponton van? Elkezdenek lazulni a sorok. És amikor elkezdenek lazulni a sorok, és elkezd a bizalom megrendülni Gyurcsány iránt, akkor ők úgy csinálnak, minthogyha ez az összödi beszédnek szólna. És kiszivárogtatnak mindenféle információkat a Népszabadságnak arról, hogy Összöd, most látszik, hogy milyen eróziót végzett a pártban az összödi beszéd, és hogy a bizalom, kezd elveszni a bizalom a pártból. És ez a végtelenül álságos magatartás, mert ez nem az összödi beszédnek szól. A gyalázatos közvéleménykutatási adatoknak szól. Senkit nem érdekelnek a jogi aggályok, senkit nem érdekelnek a legitimitási aggályok, senkit nem érdekel a hűtlen kezelés. Senkit nem érdekel, hogyha azt a közvéleménykutatási adatok pozitívan igazolják vissza, akkor jó, akkor keresztül megy bármi. Hogyha nem, és most látható, hogy nem, miért nem? Valójában azért nem, mert a megszorító intézkedések azok az embereknél leverték a biztosítékot. Innentől kezdve esnek a közvéleménykutatási adatok.
És innentől kezdve a sorok elkezdenek lazulni. Ugyanezt tapasztaljuk a rendőrséggel kapcsolatban. Amikor október 23-án széjjel verték az embereket, össze-vissza hazudozott a rendőrkapitány, akkor kiálltak a rendőrség mellett, teljes melszélességgel. De most, hogy a botrányos ügyek nyomán a rendőrség mögül kihátrált a bulvár sajtó, ami az egyedül fontos, egyedül meghatározó Gyurcsányék számára. Hát mondjuk Demcsák Zsuzsából, meg Batiz Andrásból azért, hogy kikkel veszik körül magukat, azért látványosan kiderül, hogy az ő számukra a bulvár sajtó az a legalapvetőbb kommunikációs közeg. Szóval azt nem engedheti meg a kormányzat, hogy a bulvár sajtó a szájára vegye, annak súlyos következményei vannak. Hát ennek az volt a logikája, hogy közvéleménykutatások szerint azt lehet mondani, hogy az utcai zavargások úgy nagyjából a lakosság, nem tudom, 60-80%-a számára elfogadhatatlanok. Függetlenül, hogy egyébként politikailag nem nagyon tetszik a lakosság nagy részének, hogy mit csinál ez a kormány, de utcai rendbontást a lakosság többsége nem szereti. Tehát az ebben szembe fellépő rendőrség nagyon helyes, tessé őket elküldeni a fenébe, megvenni bármi, minden szabad. Mihelyest azonban jóval kisebb mértékben, De nem értem, most azt mondod, hogy nem volt társadalmi felháborodás október 23-a után? Igen, csak az az érdekes, hogy de ők a társadalmi hatásokat a bulvár sajtón keresztül mérik. Ők nem azon gondolkodnak, hogy a társadalmi felháborodás az hogyan jut be a hatalomnak a szintjeire, mert nem jut be, hanem hogy a hatalom szintjeiről hogyan szivárog le a kommunikáció csatornáin keresztül, és ez a bulvár sajtó, a felháborodás a társadalomba. De pont ez az, szerintem is, amit mondasz, én nekem pont ezt tűnt fel, hogy a múlt adásban elhangzott, hogy Gergényinek például le kell mondania, és nagy büszkeséggel töltött el, hogy ilyen hatása volt ennek, hogy ez elhangzott, mert ugye megtörtént legalábbis, hogy eltávozott a pozíciójából. De hogyan? És itt egy az egyben a Kádár rendszer gesztusai, pont az, amit mondasz, az jön vissza, gyakorlatilag érdemei elismerése mellett elbocsájtották. Volt szerencsém barhi felvételeket látni miniszterek, hogyan váltottak le. Nemrégiben láttam a Kádár rendszerben, ugyanez ugye érdemei elismerése mellett. Tehát a mundér becsületét nem érte Folt, semmi probléma nincsen. Csak a bizalom most megrendült, ezt helyre kell hozni. Nincs probléma a vezető. De nem a vezető bizalma rendült meg a tábornok iránt. Nem. A társadalmi bizalom rendült meg a rendőrség intézménye miatt. Mert kiváló emberek. És ilyen értem a kormány iránt. De én csak annyit akartam mondani, hogy lehetséges, hogy az október 23-a felháborodást keltett, de voltak olyan közvéleménykutatások, és nem is egy, ami avval kapcsolatban, hogy támogatja, vagy hogy viszonyul egyáltalán az utcai zavargások, mert ugye volt ilyen is, nem csak demonstráció, utcai zavargás is volt. Hogyan viszonyulnak az emberek ehhez? A lakosság többsége ezt elutasítja. Hát az utcai zavargás természetesen. Na jó, de könnyen is tudni, hogy a rendőrség, ha tetszik, támogatottsága ez ügyben, legalábbis ez az egy ügyben, hogy a kukagyújtogatókkal fellépett ez ügyben. Tehát ebből elvileg hosszú távon még gyarapodhat is a szavazóbázis az MSZP. Ez volt a logika mögötte. A közvélemény gondolkodásában könnyen mosódik össze az utcai zavargás a törvényes tüntetéssel és ünnepléssel. Viszont a munkahelyemről hazafelé autózok, és megállít a rendőr és megerőszakol, ez ebben mindenki magára ismer. Ez én is lehetnék. Ez velem is megtörténhetne. Ez átélhet. Arról nem is beszélve. Főleg, hogyha a Blikben is írnak róla. Arról nem is beszélve, hogy ugye ősszel vagy bármikor az elmúlt egy évben a lakosságnak kevesebb, mint 5%-a volt az utcán folyamatosan. Maximum 10. Tehát a 10% az már 1 millió embernek kell egyszer az utcán. Annyi soha nem volt. Tehát vagyis a lakosság nem érinti számára. Nem, 1957 óta nem volt egy ember egyébként. Jó, csak érted, a lakosság nagy részét nem érinti. De érinti. Személyesen nincs fenyegetettség az ügyben, hogyha kimegy demonstrálni fejbe. Nem, én sem voltam éppen ott, de nyilván ugye... De nem tudja, nem átélhető a számára, mert... De most lenézzük kicsit az embereket. Pontos különbséget tudnak tenni az emberek túlnyomó többsége a között, hogy valakik zavar, tehát ugye rendbontók, és őket én nem magamról beszélek, én arról beszélek, hogy a kormány logikájában Szabolcs, az emberek hogy gondolkodnak? Úgy gondolkodnak, hogy velem megtörténhetne-e? Szerintem, így gondolkodik, szerintem ez az alapvető gondolkodás. Az emberek nagy többsége úgy érzi, hogy vele megtörténhet, aki a szocializmusban ért, tudja, nem demonstrál, nem demonstrálok. Miért kellett balhézniuk? Megkapták. De olyan kérdést senki nem tesz fel, hogy miért kell megállni, ha a rendőr megállít az autóddal. Ilyen kérdést nem tesz fel senki. Nem tudom, amikor voltak, akiket ugye középkori
kanadai magyar üzletember, aki hazafelé sétálta, éppen arra járt, és őt bevitték a rendőrök. Na ez bárkivel megeshet. Az lehet, de ugyanúgy. Igen, képesek az emberek elgondolni, és pontosan tudják, hogy mi a különbség. Igen, de az emberek itt csomagokban gondolkodnak. Talán vannak akik, de... Csomagokban gondolkodnak. Miért volt ott az a fiatal ember? Biztosan hazafelé, mert miért arra kellett hazamennie? Na, biztos véletlen volt. Ott balhézott ő is, aztán a végén persze, amikor már becsukták, akkor már ő is, már én is mondanám, hogy én csak a barátomhoz mentem. Szerintem így gondolkodnak az emberek? Szerintem van, aki így. De kérdezzük meg az embereket, mert tényleg olyanok vagyunk, mint a szociológusok, akik csak az emberekkel nem beszélnek, egymással az emberekről, viszont örömmel. Halló, halló? 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 Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Kérem tisztelettel, én azt szeretném megtudni, úgy értve önöknek a véleményét kikérni, hogy tulajdonképpen ebbe az országban mit akar ez a kormány. Először is azt szeretném megtudni, hogy a Gyurcsány az Ösztöndíjról most miért helyezte át máshova a gyűlését. Ez az egyik. Ezt Budapesten is meg lehetne csinálni. Ha már olyan szegény ez az ország, nincs pénz. Most azt akarom mondani, egészségügyel kapcsolatban ez a vizitdíj, ez nem vizitdíj. Mert az orvoshoz elmegy az ember, a körzetorvoshoz kell menni, ott ki kell fizetni a vizitdíjat. Akkor elmegy az ember a rendelőbe, ott megint ki kell fizetni, a hány helyre megy az ember, mindenhol a 300 forintot. Nem tudom megérteni, hogy tulajdonképpen mit akarnak ebbe az országba csinálni. Teljesen az embereket élve akarják eltemetni. Köszönjük szépen! Ezek nagyon konkrét kérdések voltak, bár sok konkrét kérdés. És meglehetősen szerteágazóak. Hogy mit akar ez a kormány? Szerintem még 3 évet. Szóval ennél többet nem akarhat reálisan. És túlélnél. Egyébként itt már tényleg csak az a kérdés, a következő 7 év egyetlen kérdése, hogy 3 év múlva a Fidesz 2/3 többséggel, vagy csak egyszerű többséggel kerül a hatalomra. Komolyan mondom, én ezt látom. Reálisan ezt látom, és be kell, hogy valljam, hogy én nagyon szurkolok annak, hogy ne legyen 2/3 a többségük, mert abban az országban nem biztos, hogy szívesen élnék, de... Bár ebben is vannak problémáid. Van még egy, maradjunk az egyszerű többségnél, igen. Jó? Maradjunk az egyszerű többségnél. Tehát azért az alkotmányozó többség az azért... Emlékezhetünk, hogy 3%-ról 5%-ra akkor módosult a parlamenti küszöb, amikor legutóbb alkotmányozó többsége volt egy koalíciónak 1994 és 98 között. Ne kívánjuk magunknak újra ezt, mert a végén még 5%-ról 7 vagy 9 vagy 12%-ra emelik. Én nem hiszem. Most ez egy szimbólum volt, amit mondtam. Ha kiesik az SZDSZ, nem bánod? Ezt akarod? Nem. Az veszélyezteti a... Tehát mindegyik pártnak van esetleg egy olyan kis párt, akit nem szeretne kiejteni. A Fidesz az nem ilyen. Orbán Viktor tette arról, hogy ne legyen az ő számára ilyen kis párt. Volt egy kérdés, hogy miért helyezték át Ösztöndről az ülés Lovasberénybe, mert ugye erről van szó. Lehet, ezzel nem is gondolkodtam, ennek lehet ilyen szimbolikus oka, hogy egyszerűen Ösztönd ne hangozzék el olyan sokat. Világos. Hát meg be van már koloskázva, azt tudjuk. Az nem egy bízható hely. A másik, hogy mit akar ez a kormány, hát én azt gondolom, hogy néha önmaga sem nagyon tudja. És a kormány tagjai és a pártok sem nagyon. Vagy ha mégis, ha valamiben viszont tudják, mit akarnak, akkor legalább 2-3 irányba tolják ezt a szekeret vagy biciklit. Beszélgessünk egy kicsit a Fidesz kongresszusról, és annak aktualitásáról, Orbán Viktor frissen megjelent könyvéről. Orbán Viktor a könyvét azt a Fidesz kongresszusra időzítette, vagy a Fidesz kongresszust időzítette a könyvének a megjelenésére. Szoktak csinálni ilyen bevezető kampányokat, ez köztudott. Tehát, hogy mindig van egy sajtótájékoztató, és akkor ehhez van egy állófogadás, meghívjuk a sajtónak a résztvevőit, és akkor emellett pedig egy kis kiadvánnyal kedveskedünk, mindazoknak, akik rajonganak. Hát egyrészt maga a kongresszus, az ugye most volt hétvégén, vagy 2 hete. És meglepő eredmény született. Ugye egyetlen jelölt volt egy helyre, illetve elnöki helyre, illetve 4 alelnök jelölt volt 4 alelnök helyre. Eredetileg 5 volt csak Schmidt-Pál visszalépett. De nem a Kádár rendszernek a kongresszusai emlékeztetnek egyébként ezek a kongresszusok, mint például az MSZP kongresszus, ahol egyetlen egy Gyurcsány Ferenc volt a jelölt, és meglepő módon a befutó is. De várjál, ott azért volt 2 opció, 75% alatt vagy fölött azért kérdés volt. Bizalmi szavazás. Na jó, de jó, ez a magabiztos, tehát ezek a Kádár magabiztos évei. Hát ez 72. A magabiztos zsarolás egyébként, de ezt így hívjuk. De bejött. Hát bejött, de hát most 500 000 forintért, hát érted most. Szaros 500 000. De egyébként annyiban érdekes ez a
ez a kongresszus, hogy azt gondolta a Fidesz, hogy szép beszédeket tartanak, egy hétvégén erejéig ők uralják a sajtót. Nem ez történt, mert Gyurcsány erre az időszakra időzítette azt a MSZP választmányülést, ahol bejelentette, hogy Gergényi Pétert, Benne Lászlót, a Rebisz főparancsnokát, nak a elmozdítását kezdeményezi, és elfogadja a Petréten József miniszter lemondását. Tehát itt rögtön egy ilyen kommunikációs játék kezdődik, hogy végetlenül se maradjon ez a hétvége a hírekben csak a Fideszé. Teljesen független, mi történt ott, és mi nem is nagyon tudjuk, hogy mi történt ott, amennyiben nem olvasunk újságot, mert nem nagyon hallani. És valóban megjelent könyv, én ezt most hallottam. Igen, ezt tegnap jelent meg, hát én nyilván és nem most miről szól, nem tudjuk, hogy... Ilyen politikai arcpolitika. De ez nem szakácskönyv. Nem. Valami olyasmi a lényege, hogy egy új politikára van szükség, mert nem a társadalom a hibás abban, ami történik, hanem a politika rontotta el. A politika. Ez mindig, de Gyurcsánynak is erről szólt egyébként az Összödi beszéde, hogy a politika felelőssége. Főleg az Összödi beszédét kimagyarázó beszédei, amik a későbbi napokban elhangzottak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy én vagyok a hibás, aki a politika formálásnak az érmének az egyik oldala vagyok. Tehát én vagyok a fele politika, mondhatná Orbán, hiszen gyakorlatilag én hát vagy az ellenzék vezére vagyok, vagy a miniszterelnök. Tehát, hogy ezt a váltógazdaságot játszom, és amikor pedig a felelősökről beszélünk, akkor a politikát nevezzük meg, mintha az egy személy lenne, vagy valaha lett volna miniszter ebben az országban a politika. Szerintem meg nem a politika a hibás. Ahogy én nem értek egyet Orbán Viktorral, a politika az egy csodálatos dolog. Az emberek iránti felelősségérzet kifejezése, a politika az azóta létezik, mióta két ember él a Földön. A politika az felelősségvállalás, társadalmi ügyek intézése, a társadalom, az emberek, a polgárok szolgálata. Ezt jelenti a politika. Politika rulez. A politikusokkal, a politikai garnitúrával van súlyos probléma, jobb oldalon és bal oldalon egyaránt. De te félreérted a politika szót, itt nyilván nem abban az értelemben azt neki, hogy most gondolnád, hogy funkció, vagy viselkedésmód, vagy beszédmód, vagy valami társadalmi eszköz, ami az ország vezetését, vagy kormányzatát segítenie kellene, hanem itt megint a logikai és grammatikai megbicsaklásból következő esztétizálás van, ugye. Az, hogy az én felelősségemből hirtelen mi felelősségünk lesz, és ez ugye azért durván hangzik, és csinálunk belőle egy metonímiát, ugye? Az, hogy a politika, a politikusok, ez a mód, ez a létmód, ahogy mi létezünk, ez önmagában valahogy egy betegséggel terhes. De ez egy gyalázatos eufémizmus, és ebben, az esztétizálás. Elmúlt 16 év, hát ez erről. És talán ez de egyetértenek Gyurcsánnyal. Én nem értem, hogy Orbán és Gyurcsány biztos, hogy együtt söröznek néha. Mert hogy gyakorlatilag ugyanazt mondják, hát Gyurcsány is erről beszélt, hogy a politikai gyakorlat Magyarországon olyan mértékben ellehetetlenült, hogy Összöd nélkül már nem lehet kormányozni. Nem, hát a politika volt, aki beszélt Összödön, a politika volt, aki milyen törvényeket meghozott, a politika, aki a reformokat mindig megszervezi és végrehajtja. Jó, ez igen. A politika. A politika. Csak hogy a politika az nem önmagától van. Tehát a politika nem olyan, mint a szivárvány eső után, hogy úgy feltűnik az égbolton tavasszal. A politika azért keményen melózni kell, ez a kemény melózás ez általában nagyon komoly kötegeknek a zsebrevágását hát jelenti. Hát szoros 500 000 forint minimum. Igen. De ez a kemény meló, ennek a folyamatossága teszi a politikát olyanná, amilyenné Magyarországon vált szemünk láttára. Hát igen, csak hogy és akkor visszatérve még Orbánra, hogy mondott még mást is, de én tényleg csak a sajtól értesültem, tehát nem olvashattam egy nap alatt. Valami új konszenzus, társadalmi konszenzus kell kialakítani. Mert ugye a társadalmi szolidaritás felbomlott, mondja Orbán. Ami egyébként speciálisan igaz. Tehát tényleg ez van. És ő próbálja ezt leírni a könyvébe, hogy mi lehet az alapja, elméleti alapja ennek új konszenzusnak. Igazából nem jutottam odáig, hogy meg tudjam ezt pontosan, mi, de... Reméljük nem csak ellenazonosulás lesz megint. Igen. Ha az volt a kérdés, hogy na mi újság, akkor erre a választ az elmúlt 45 percben adtuk meg, legalábbis reményeink szerint a tévénézők legnagyobb megelégedésére. Én a magam részéről azt mondom, hogy mindenki óvakodjon Gyurbántól. Szép hétvégét és kellemes hetet a jövő hétre, amíg legközelebb jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!